Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, diplomázóinkat és az online közvetítő rokonaikat, családtagjaikat, oktatóinkat, munkatársainkat és az online közvetítésbe becsatlakozó ismerősöket, rokonokat, nézőinket. Let me express a warm welcome to our international student and her family also who are following us via the internet streaming. Kérem önöket, hogy álljanak fel, amíg a diplomaátadó ünnepség elnöksége bevonul. Please stand to welcome the board of the ceremonial session. Kérem, hogy most közösen énekeljük el a magyar himnuszt. Please remain standing for the national anthem of Hungary. Kérem, foglaljanak helyet. Please take your seats. Sok szeretettel köszöntöm diplomátadó ünnepségünk elnökségét, főtisztelendő dr. Kuminec Géza rektor urat, dr. Cserei György dékán urat, és dr. Gót Júlia tanulmányi dékány helyettes asszonyt az információs technológiai és bionikai kar képviseletében, valamint dr. Puskás Attila dékán urat, a hittudományi kar, és dr. Bír Hernándor dékán urat, a bölcsészet és társadalomtudományi kar képviseletében. Külön sok szeretettel köszöntöm a Semmelweis Egyetem képviseletében dr. Bánhidi Ferenc általános rektor helyettes urat, valamint tisztelt oktatóinkat, munkatársainkat. Let me welcome the magister.
Let me welcome the members of the board of the ceremonial session. His Eminence Professor Géza Kuminec, Rector of Pázmány University, Dr. György Cserei Dean and Dr. Julia Gott, Vice Dean for Academic Affairs of our faculty, as well as Professor Attila Puskás, Dean of the Faculty of Theology, and Dr. Nándor Birher, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences. Let me express a very warm welcome to Professor Ferenc Bánhidi, Vice Rector for General Affairs of Semmelweis University, and also to our professors and colleagues. Ünnepségünk kezdetén megkérem főtisztelendő rektor urat, köszöntse röviden a megjelenteket. I ask His Eminence the Rector to greet the participants of our ceremony. Kedves ifjú diplomásaink, kedves tisztelt ünnepi ülés! A diploma az egy különleges okirat, mert hát különleges dolgokra képesíti törvényes, jogos birtokosát. Bizonyítja a tudást, és föl is hatalmaz bizonyos kompetenciára, hogy adott helyzetben, az adott szakterületen az illető kompetens módon gondolkodhasson és cselekedhessen. De ez nem csak egy okirat, meg nem csak kompetencia dolga, hanem mondhatnánk azt, hogy a diploma igazából egy örökké megújulni képes tőke, amely nem csak a szakmának a fejlesztésére való, hanem a személyiségünknek a fejlesztésére is. Én kívánom és remélem, hogy a mi egyetemünkön olyan diplomát és ezzel a diplomával olyan tőkét, nem hervadó tőkét kaptak, amely az egész életük során majd meg tud újulni, megújítja önöket szakmailag is, és a személyes kiteljesedésüket is szolgálja majd. Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Most felkérem Heisman Henriket, hogy a hallgatók nevében köszöntse a végzetteket. Now I ask Henrik Heisman to say farewell to the graduates. Tisztelt rektor úr, tisztelt elnökség és tisztelt oktatók, kedves szülők, rokonok, barátok és legfőképpen kedves végzősök. Hozzátok fogok most elsősorban szólni. Mindenekelőtt szeretnék nektek tiszta szívből gratulálni. Remélem, hogy visszatekintve az ITK-n töltött éveitekre, büszkeség tölt el benneteket. Nem gőgös, de magabiztos büszkeség. Büszkeség, hogy sikerült egy diplomát szereznetek, és hogy ma itt ülhettek. Hogy meg annyi beadandó, zárt helyi dolgozat, vizsga és egyéb megmérettetés áll a hátatok mögött. Hogy a járvány újabb és újabb hullámai nem törtek meg titeket, nem vesztettétek el a motivációtokat. Tudnotok kell, hogy most a készhez kapott diplomátok nagy érték. Érték és felelősség. Egyike azon okoknak, amik miatt én, és minden kisebb évfolyamos hallgatótársatok is büszke rátok. A büszkeség mellett hálát is érzek irántatok. Hálás vagyok, hogy bármikor számíthattam rátok, legyen szó tanulmányi, szakmai kérdésről, vagy ha csak egy kis önfelett időtöltésre vágytam. Úgy gondolom, hogy mindannyian szerencsések lehetünk, hogy az ITK hallgatóinak nevezhetjük magunkat. Ez egy olyan különleges hely, ahol az ember szellemileg és szociálisan is kiteljesedhet, ennél jobb ugródeszkát a nagybetűs élethez nem is kívánhatnánk. Kérlek titeket, hogy gondoljátok végig, hogy kik azok, akik támogattak benneteket a diplomához vezető úton, kiknek vagytok ti hálásak. Biztosan sokatok fejében előkerül a kedvenc oktatótok, egy olyan tanár, aki motivált titeket a mindennapokban, akiknek szakmai tudása, elhivatottsága és az oktatásba fektetett önfeláldozó odaadása közelebb vitt titeket ahhoz a szakterülethez, amellyel foglalkozni szeretnétek. És végül, de nem utolsó sorban, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut a családja, valamint a barátai. Akik a legnehezebb helyzetben jelentettek támaszt, ők láttak titeket örömötökben, szomorúságotokban, és mindig mellettetek álltak és segítettek, amiben csak tudtak. Búcsúzásképpen szeretnék nektek végzős hallgatóknak türelmet és kitartást kívánni,
valamint múlhatatlan lelkesedést a jövőbeli szakmátok iránt. Kívánom, hogy igaz barátok vegyenek titeket mindig körbe, akikkel megoszthatjátok életetek legfontosabb pillanatait. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Az alapszakos diplomázók nevében Árkosi Borbála búcsúzik most a hallgatótársaktól és tanáraitól. On behalf of the bachelor graduates, Borbála Árkosi says farewell to the lecturers, fellow students and all of the faculty. Tisztelt rektor úr, tisztelt elnökség, tisztelt oktatók! Kedves szülők, rokonok, barátok, és legfőképpen kedves végzős hallgatótársaim! Mindenek előtt szeretnék tiszta szívből gratulálni mindenkinek az elért sikerhez. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és végzőseink nevében köszönetet mondhatok. Az online oktatás, a sok-sok jegyzőkönyv, vizsgák izgalmai kihívások elé állítottak minket, de sikeresen vettük ezeket az akadályokat, legyőztük őket. Szeretném megköszönni a sok-sok segítséget és támogatást az egyetemnek, illetve az oktatóinknak. A most készhez vett diploma egy nagy mérföldkövet jelent, egy életünket meghatározó időszak ért most itt véget. Büszke voltam, vagyok, és büszke is leszek arra, hogy az ITK-n töltettem el az alapképzésem éveit. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen összetartó kar részese lehettem. Hálás vagyok, hogy bármikor számíthattam segítségre oktatóim és hallgatótársaim részéről. Hálás vagyok, hogy a tanulmányi és közösségi élet aktív tagja lehettem. Az évek alatt sosem éreztem magam egyedül. Hálás vagyok, hogy mindig azzal foglalkoztattam, ami igazán érdekelt, mert mindig találtam egy támpontot az egyetemen, ahol segítséget kaptam a céljaim eléréséhez. Hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott az idevezető úton, a családomnak, barátaimnak, oktatóimnak, hallgatótársaimnak és az egyetemnek. Búcsúzásképpen szeretnék nektek, végzős hallgatótársaimnak további sok sikert és kitartást kívánni tanulmányaitok és életetek során. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! A mesterszakos diplomázók nevében Csomai Borbála búcsúzik. On behalf of the master's graduate, Borbála Csomai delivers her farewell speech. Szeretettel köszöntöm a mai diplomaosztó összes vendégét, a vezetőséget, oktatókat, munkatársakat, barátokat, családtagokat, de legfőképpen a diplomázó hallgatókat. Nehéz ebben a néhány percben összefoglalni, hogy mit is jelent számomra a Pázmány ITK, hiszen az elmúlt 5-6 évben nem csak mint oktatási intézmény, de mint közösség és egy második otthonként is jelen volt az életemben. Az itt megismert emberek bármikor biztos pontot jelentettek. Még egy világjárvány idején is, amikor bár térben távol voltunk egymástól, mégis mindig megoldottuk, hogy a közös, egymás segítő és néha akasztó tanulást online is együtt csinálhassuk végig. Szerintem nagyon szépen bemutatja az ITK-s életérzést, hogy amint a hibrid oktatásban már több lehetőségünk volt az egyetemen lenni, mi szinte reggeltől estig az ebédlő falai közt élveztük újra egymás társaságát. Mindig számíthattunk arra, hogy bárkitől és bármikor kérhetünk segítséget. Együtt minden problémára találtunk megoldást. Fájó most elszakadni ettől a helytől, de tudom, hogy az itt kapott értékek, és persze az itt kötött barátságok egész életemen végig kísérnek majd. Emlékszem arra a napra, amikor 2017. januárjában, végzős gimnazista koromban először jártam az ITK-n. Már az első percben lenyűgözött az itt tapasztalt családias légkör.
A labortúra közben arról kérdeztem a hallgatókat, hogy milyen is itt tanulni. Erre azt a választ kaptam egy akkori gólyától, hatalmas lelkesedésre, hogy annyira jó, akkor már tudtam, hogy ide vissza szeretnék jönni. Szeptembertől én is belevágtam az ITK-s életbe, melynek természetesen elengedhetetlen eleme volt, hogy az évfolyam társaimmal közösen memorizáljuk a glikolízis lépéseit, agyaljunk a brain model elemein, és persze mindig emlékeztessük egymást a plusz C-re az integrál megoldásakor. Az elmúlt években együtt kaptunk tudást, mérnöki és kutatói életszemléletet, és persze életre szóló barátságokat. Azt is megtanultuk, hogy csapatban bármire képes az ember. Most egy picit tekintsünk magunkba, és emlékezzünk vissza, hogy mennyit is dolgoztunk azért, hogy most itt lehetünk. Túl vagyunk nagyjából 11-12 fél éven, 330 krediten, számtalan ZH-n és vizsgán, egy szakdolgozaton és egy diplomamunkán is. Néha rögös volt az út, amit végig kellett járnunk, máskor lelkesen, akadályok nélkül rohantunk előre, de mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy hatalmas kitartással meneteltünk a cél felé, és sikerrel jártunk. Büszkén veregethetjük meg egymás és saját magunk vállát, hiszen megcsináltuk. Persze rengeteg embernek lehetünk hálásak azért, hogy már átvehetjük a diplománkat. Köszönjük a színvonalas oktatás tanárainknak és a doktoranduszoknak, a szakmai példát és a kitartó témavezetést konzulenseinknek. Köszönjük az itt szerzett élményeket, jegyzeteket, konzultációkat az animátoroknak és más hallgatótársainknak, és persze a rengeteg támogatást a barátainknak és a családtagjainknak. Nem szabad megfeledkeznünk a tanulmányi osztály munkatársairól sem, akik mindig mosolygós arccal fogadtak minket, még akkor is, ha határidő után egy-két nappal próbáltunk valamilyen ügyet intézni. Bármikor türelemmel válaszoltak nekünk, még a sokadszorra is kerestük meg őket ugyanazokkal a kérdésekkel. Korábban szinte el se tudtam képzelni, hogy létezik egy ilyen hely, ahová bármikor belépsz, támogató emberek fogadnak, ahol név szerint ismerik egymást az emberek, legyen szó oktatókról, hallgatókról vagy bármilyen munkatársról, ahol nem csak a leghangosabbnak van szava, és ahol mindig mindenki megtalálja a helyét. Nagyon hálás vagyok, hogy ebben a környezetben tölthettem el az egyetemi éveimet. Itt lett belőlem felnőtt, itt találtam meg a hivatásomat, de talán a legfontosabb, hogy önmagamat is. Bár számos kaland vár még rám az életben, tudom, hogy itt mindig tárkarokkal fogadnak majd. Büszke vagyok arra, hogy az itt töltött 6 év alatt, de persze a jövőben is így lesz, hogyha valaki megkeresett azzal a kérdéssel, hogy milyen a Pázmány ITK, mindig hitelesen és hatalmas mosolya válaszolhattam azt, hogy annyira jó. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és most megkérem dr. Cserei György dékán urat, hogy köszöntse végzős hallgatóinkat. Now I ask dr. György Cserei, the Dean of our faculty, to greet the graduating students. Tisztelt ünnepülés, kedves új diplomásaink! Szeretettel gratulálok! Szakmai életútjuk jelentős állomásához értek. Diplomájukkal felhatalmazást kaptak az információs technológia és bionika művelésére. Az elmúlt években mindent megtettünk, hogy szilárd alapokat adjunk mind a természettudományok, mind a kapcsolódó műszaki tudományok területén, hogy felkészülhessenek az elkövetkező szakmai életútjuk nagyjából 60 évére. Célunk az volt, hogy egyrészt időt álló tudást adjunk át a természetről és az emberről a fizika, matematika, kémia és biológia területeiről, amelyek mindig is fontosak lesznek. Ugyanakkor a mai információs technológia használatához és fejlesztéséhez aktuális tudás elsajátításának lehetőségét is biztosítottuk. Fontos tudni,
hogy az aktuális technológia gyorsan elavul. Ezért itt nem ért véget ez az utazás, hanem csak most kezdődik igazán. Hivatásuk a mindenkori, aktuálisan korszerű technológia megértésére, használatára és fejlesztésére szólít fel. Az egész életen át tartó tanulás útjára léptek, és biztosak vagyunk benne, hogy nagyszerűen fogják végigjárni ezt az utat. Egyszer tanító célzattal megkérdeztem a gyermekeimet, hogy melyik a legerősebb állat az erdőben. A hivatalos válaszom meglepő lehet, mert nem az állat maga volt fontos, lehet bármelyik, akár mindegyik. Bármelyik állatot választhattam volna, de én a mókust választottam, mert az olyan kedves és szorgalmas. No de miért is tartom én őt a legerősebbnek? Azért, mert legyőzte saját magát. Ez a gondolat számunkra is releváns. Nem másokkal kell összehasonlítanunk magunkat, hanem saját magunkhoz kell viszonyítanunk. Nem fontos, utólag, de nem is elég legyőzni másokat ahhoz, hogy valaki a világon az egyik legjobb legyen a szakterületén. Amikor sorozatban saját határainkat feszegetjük, amikor túllépünk saját korlátainkon, akkor fejlődhetünk legjobban. Ha ezt tesszük, akkor nagyon messzire juthatunk, nagy dolgokat vihetünk végbe. Gyümölcséről ismerszik meg azonban a fa. A jó mérnök ismérve, hogy eredményeivel, munkájával munkát biztosít mások számára is. A tanár sikerét tanítványai sikerei adják. Egy iskola, egy egyetem vagy annak kara minősítését jelentheti egy rangsorban elért helyezés is, de igazi minőségét végzett hallgatóinak szakmai eredményei és sikere jelenti. Mert a valódi siker nem csak a sajátunk, hanem azoké is, akiket a tudásunkkal segítünk. Ez a mi küldetésünk, és ez a mi büszkeségünk. Útravalónak Ferenc pápa az ITK-n elhangzott beszédéből idézek. A Delfi Jósda híres szavai jutnak eszünkbe. Ismerd meg önmagad. Ez az egyik kulcsgondolat, amelyet búcsúzóul rátok szeretnék bízni. De mit is jelent megismerni önmagadat? Azt jelenti, hogy fel kell ismernünk határainkat, és ebből következően meg kell fékeznünk önelégültségben gyökerező önhitségünket. Ez hasznos számunkra, mert elsősorban azáltal, hogy magunkat teremtményként ismerjük fel, válunk alkotóvá és merülünk el a világban, ahelyett, hogy uralnánk azt. És miközben a technokrata gondolkodás a határokat nem ismerő haladást hajszolja, az ember valójában törékeny, és gyakran épp a határain érti meg, hogy Istentől függ, és hogy össze van kapcsolva másokkal és a teremtéssel. Kívánom mindannyiuknak, hogy életútjuk során szép szakmai sikereket érjenek el, és magukat teremtményként ismerjék fel, váljanak alkotóvá, és merüljenek el a világban. Isten áldását kérem életükre és munkájukra. Köszönöm szépen dékán úr szavait. A következő percekben kérjük diplomázóinkat, hogy tegyék le az ünnepélyes mérnöki esküjüket. Now we ask the graduates to take the engineer's oath, first in Hungarian and then in English. Kérem önöket álljanak fel, és mondják közösen a mérnöki eskü szövegét, amelyet magyarul Árkosi Borbála olvas fel. Please stand while Borbála Árkosi reads out the oath in Hungarian. Én, Árkosi Borbála,
Mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem végzett hallgatója, ünnepélyesen fogadom, hogy szakmai tevékenységem során a tudományosság és etika írott és íratlan szabályait betartom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az egyetemen szerzett tudásomat folyamatosan fejlesszem, és azt az egyetemes kultúra szolgálatába állítsam. A Magyar Katolikus Egyházat, melynek egyetemén tanulhattam, tiszteletemben megtartom, és a katolikus egyetem szelleméhez és hagyományaihoz hű maradok. Munkámmal jó hírnevének öregbítéséhez hozzájárulok. Isten engem úgy segéljen. Kérem önöket, maradjanak állva, míg végzős külföldi hallgatónk is elmondja esküjét, melyet Csomai Borbála olvas fel angolul. Please remain standing while our international graduate takes the oath, read out by Borbála Csomai. I, Borbála Csomai, graduate of the Pázmány Péter Catholic University, solemnly swear that during my professional career, I observed the written and unwritten rules of science and ethics. I make all possible efforts to develop constantly my knowledge obtained at the university and to use it to serve the universal culture. I continue to respect the mentality and traditions of Pázmány Péter Catholic University where I studied and I contribute to its reputation with my work. So help me God. Kérem, a diplomázók foglaljanak helyet, és egyben megkérem az elnökség tagjait, hogy fáradjanak ki a készfogáshoz. Graduate, please take your seats. I ask the members of the board to come forward to meet to greet the graduates. Kedves végzettek, kérem, hogy amint hallják nevüket, egyenként fáradjanak ki, és dékán úrtól vegyék el diplomájukat. Dear graduates, please come forward and receive your diploma as you hear your name. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is szép számban adhatunk át kitüntetéses diplomákat. Nagyon büszkék vagyunk kitüntetéssel végzett hallgatóinkra, és sok szeretettel gratulálunk nekik. We are very proud of the students who have completed their studies with honors. Congratulations to this excellent achievement. Kitüntetéses diplomát szerzett, honors diploma was earned by Csikós Klaudia, Farkas Lívia,
Petik Ábel. Leitner Csaba. Rívnyák Tímea. Szulovszki Péter. Somogyi Fanni. És végül Zsedrovicsné Gőce Krisztina. A kitüntetéses diplomák átadása után a mérnök informatikus BSC képzésen végzett hallgatók vehetik át elsőként diplomájukat. Now the graduates of the Computer Science Engineering Bachelor Program receive their diploma. Gyurcsik Máté Tamás. Kovács Beáta Judit. Prágai Botond Sebestyén. Szabó Ábel Márton. A diplomák átadását a molekuláris bionika mérnöki BSC képzésen végzett hallgatókkal folytatjuk. I call now the graduates of the Molecular Bionics Bachelor Program. Please come forward one by one to receive your diploma. Árkosi Borbála. Baki Péter. Béltelki Zsófia. Fehér Márton Áron. Gátmezei Zoltán Dávid. Kepler Tamara. Kepler Tamara.
Kovács Péter. Seifert Alexa Zsófia. És Varga Ágnes Réka. Infobionika mérnöki MSC képzésen végzett hallgatóink következnek. Graduates of Infobionics Master Program are the following. Benedek András. Csomai Borbála. Kastal Csilla Noémi. És Namesnyik Norbert. Mérnök informatikus MSC képzésen diplomát szerzett hallgatóink, Graduates of Computer Engineering Master's Program, Fekete Tamás, Kis Dorottya, és Szabó Réka. És végül, de nem utolsó sorban, az orvosi biotechnológia MSC képzésen végzett hallgatók. And last but not least, graduates of Medical Biotechnology Master's Program. Adravec Lilla Cecília. Bognár Sarolta. És Ibrahim Baha Joanna. Hogy az emlékek örökké éljenek és hibátlanok legyenek, szeretnénk kérni, hogy ismételjük meg a dékáni készfogást Zsedrovicsné Gőce Krisztinával. És Csomai Borbálával. Most jó. Ezzel a diplomák átadása befejeződött. Megkérem az elnökséget Cserei dékán úr kivételével, hogy foglaljanak helyet. Now that we have finished handing over the diplomas, I ask the board members, except for Dean Cserei, to take the seats.
A tanév végeztével szeretnénk elismerni a Hallgatói Önkormányzat és az Animátor Közösség azon tagjainak munkáját, akik egész évben a legtöbbet dolgoztak közösségeinkért. We would like to honor those members of the Student Union and the Animator Community who have worked especially hard for others during the last two semesters. A Hallgatói Önkormányzat tagjai közül elismerő oklevélben részesül. On behalf of the Student Union, the following students receive a certificate. Formanek Balázs. Szalai Benedek Bálint, aki későbbi időpontba veszi majd át oklevelét. Tabajdi Csanád, a médiabizottság elnöke. Dobói Zsófia, a tanulmányi bizottság elnöke és az animátor közösség elnöke. Az év évfolyam felelőse kitüntető címet Lengyel Balázs Ádám kapja, majd egy későbbi időpontban. The Student Representative of the Year Award goes to Balázs Ádám Lengyel, and he will receive this certificate at a later time. Az animátor közösség tagjai közül elismerő oklevélben részesül. From the animator community, the following students receive a certificate of appreciation. Orosz Áron, az AK leköszönő elnöke, aki későbbi időpontban veszi át oklevelét. Áron Orosz, former chair of animator community, he will receive his certificate at a later time. Csomai Borbála. Kastal Csilla. És Szabó Balázs. És Sándor András. A diplomák és oklevelek átadása ezzel véget ért. Megkérem dékán urat, hogy zárja be az ünnepi ülést. Now I ask Dean Cserei to close the ceremonial session. Hogy mindenkinek legalább kétszer gratulálhassak ezúton is. Sok szeretettel, nagy örömmel mindenkinek gratulálok a diplomájához. Ezennel bezárom az ünneplést. Kérem, álljanak fel és énekeljük el együtt a szózatot. Please stand up and sing together Szózat, the patriotic song of Hungary. Thank you.
Kérem, maradjanak állva, amíg a diplomaátadó ünnepség elnöksége kivonul. Please remain standing while the ceremonial board leaves. Diplomátadó ünnepségünk ezzel véget ért. Our ceremony has now come to an end. További szép ünnepet kívánok minden kedves friss diplomásunknak. További tanulmányaikhoz, illetve munkájukhoz pedig sok sikert és jó egészséget kívánunk. Thank you for participating and I wish you all good luck, good health and a successful career. Have a nice day.